A kormány több ponton módosítaná a választási eljárási törvényt. Vita a stúdióban Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezető helyettese. Jó estét kívánok, és Kerékbáci Szabolcs, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja. Jó estét kívánok önnek is. Az alaptörvény 5. módosítása nyomán van szükség a választási eljárási törvény módosítására? Így van, hiszen az alaptörvény 5. módosítása ingyenesen lehetővé teszi a kereskedelmi országos sugárzású médiumok számára is azt, hogy politikai reklámokat tegyenek közé. Ezt nyilván át kellett vezetni a választási eljárási törvényben is. Mit jelent ez részleteiben? Részleteiben azt jelenti, hogy ugyanolyan feltételekkel, ahogy a közszolgálati médiában lehet politikai hirdetéseket közé tenni, a ingyenesen a kereskedelmi médiumok is az esélyegyenlőség teljes biztosítása mellett ugyanabban az idősávban, ugyanolyan gyakorisággal, ugyanolyan hosszúságban és ugyanolyan időközönként, ha kívánják, akkor tehetnek közé politikai reklámokat. Ezeket a módosításokat meg fogják-e szavazni? Hát mi az egész választójogi és választási eljárási törvénnyel, a kampányfinanszírozási törvénnyel úgy, hogy nem értünk egyet. Ez egy rettenetesen rossz rendszer, nem véletlen, hogy a gránitba, vagy nem tudom, mibe vésett alaptörvényt már 5-5-ször módosítják. Ugye itt az a probléma, hogy a pártfinanszírozási jogszabályt az nem, ahhoz nem nyúlt hozzá a Fidesz, márpedig a párt és a kampányfinanszírozás nem választható el egymástól egyébként. Pont a Fidesz volt az, aki az előző ciklusban élesen ellenezte azt, hogy a kormány közpénzből kampány előtt tudjon, mint kormány kampányolni. Most pedig úgy tűnik, hogy ezt a szabályozást mégis, amikor ő van kétharmaddal hatalmon, támogatja. De ez csak az egyik része az egész rendszernek. De akkor erre viszont most megkérem, hogy reagáljon, mert ugye egészen más téma. Most a párt és kampányfinanszírozás, de arra... Pont azon gondolkodtam, hogy ha a választási eljárás törvény módosításáról beszélünk, akkor nem az alkotmány, nem a kampányfinanszírozás, még csak nem is a választójogi törvény, de hát mindegyikre külön is lehet választ adni. Ugye az alkotmány 5. módosítására azért került sor, mert az Európai Bizottsággal létrejött egy megállapodás a tekintetben, hogy melyek azok a pontok, ahol mi elfogadjuk az ő kritikáikat a 4. módosítással kapcsolatosan. Lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, de ettől függetlenül itt kerestük a kompromisszum lehetőségét. A kampányfinanszírozási törvénynél a legdurvább ellenzéki vélemények sorai között is azért el volt rejtve az, hogy ez egy jobb törvény, mint az eddigi. A pártfinanszírozás törvényhez nem nyúltunk hozzá, de talán, hogyha egy ponton még a jogszabályi kétharmad ellenére is kompromisszumra kellene jutni pártoknak, az pont a pártfinanszírozási törvény, erre esély nem volt. Ezért a pártfinanszírozás szabályok ugyanolyanok, mint amilyenek az elmúlt 15 évben mindig is voltak, akkor is, amikor szocialista kormány volt, akkor is, amikor Fidesz kormány volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a kritikák, beszélgethetünk erről, de ez a mostani választási eljárás törvénymódosítás nem érinti. Csak azért mondtam, hogy reagáljon rá, ha már megszólított a képviselő úr. Térjünk vissza valóban a választási eljárási törvényre, már csak azért is, mert önök ezzel kapcsolatban is van kritikájuk. Ugye azt mondják, hogy a határon túli magyarok és a külföldön dolgozó választópolgárok szavazásának szabályozása nincs rendben. Mi a problémájuk? Hát alapvetően az, hogy különböző szabályok vonatkoznak azokra, akik kedvezményes állampolgárok, ugye az eljárás szabályai szerint, illetve azok, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Magyarországon. Teljesen abszurd az a helyzet, hogy valaki mondjuk Ausztrália egy csücskében ül, magyar állampolgár, esetleg soha nem volt Magyarországon még, és kényelmesebben tud szavazni, mint az a egyébként magyarországi lakhellyel rendelkező ember, aki mondjuk ott kint dolgozik. Na most többlet jogosítványokat kap, hiszen másként szavazhat listára és egyéni képviselőre az, aki kint dolgozik, de itthon... A Demokratikus Koalíció, bocsánat, meg azt szeretné, hogyha a külföld dolgozó magyar állampolgárok is szavazhatnának levélben, és nem csak személyesen a konzulátusokon. Azt érdemes megérteni a választási eljárási törvénynek e szabályozása kapcsán, egy jogi tény van, az, hogy kinek hol van az állandó lakóhelye. Ha valaki Londonban dolgozik, de ott van az állandó lakóhelye, akkor természetesen szavazhat levélben. Ha Magyarországon van az állandó lakóhelye, és a választás napján egyébként külföldön tartózkodik, akkor megint csak nem változtak a szabályok, és külképviseleten tud az illető szavazni. Pont ez a baj. De azért nem érdemes kettőt összekeverni, mert a beleszólás mértéke is más. Ugye próbáltunk keresni egy kompromisszumos megoldást akkor, amikor a határon túli, tehát nem magyarországi lakóhelyen rendelkező magyar választópolgárok szavazati jogáról döntöttünk, és azért mondtuk azt, hogy jó, akkor ők csak listára szavazzanak. Ez szerintem
ugyan nem eredményezett kompromisszumot, mert a magyar politikában ez kizárt, de egy jelentős önmérséklet volt a jelenlegi kormánypártok részéről. Tehát az anyagi-jogi különbség is megvan, a választójog értékében is van egy különbség. Ha valaki külföldön él, akkor ez érték kisebb, de ott technikailag nem tudok szavazóköröket létrehozni, tehát az ő esetükben biztosítanom kell a levélben szavazást. Ha valaki Magyarországban rendelkezik lakóhelyel, akkor ezt nem tehetem meg, vagy akkor, ha ezt biztosítom, akkor 10 millió vagy 8 millió magyar választópolgárnak is biztosítanom kell. Ez pedig talán éppen azok a pártok ítélnék a legjobban, akik amúgy is féltek a levélben szavazástól, sőt egy ideig nem, bocsánat, mert 2006 és 2010 között éppen az előző kormány nyújtott be egy olyan javaslatot, hogy lehessen levélben is szavazni, és önök voltak éppen azok, akik nagy választási csalások gyanúja miatt, vagy ennek a lehetőségét akkor nem támogatták. De visszatérve arra, de arról volt szó, mert én voltam főkonzul annak idején, és tudom, hogy milyen problémát jelentett már akkor is mondjuk Minnesotából, hogy elutazzanak New Yorkba, vagy Washingtonba, vagy akárhova messzire, lett volna ennek értelme, akkor önök akkor ezt nem támogatták. De amit ön mond, az teljesen logikus lenne odáig, hogy valóban kevesebb a jogosítványuk a magyarországi lakhelyen nem rendelkező külföldön élő magyar állampolgároknak, és mégis kényelmesebben szavaznak, mégis könnyebben szavaznak, még akkor is, hogyha csak listára szavazhatnak. Miért diskriminálja ez a jogszabály, amit önök elfogadtak, azokat az embereket, akik egyébként kint dolgoznak, ugyanúgy a magyar érdekeket képviselik, vagy a Magyarországnak idézőjelben a nagykövetei, hogyha egyébként Magyarországon rendelkeznek állandó lakhellyel, miért diskriminálja az, hogy Manchesterből oda kell utazni egy külképviseletre? Az előző ciklusban mi azért nem támogattunk ilyen javaslatot, mert ott nem a határon túlélő magyarokról volt szó, hiszen akkor még a választójog számunkra nem volt biztosított, hanem csak a szavazás napján külföldön tartózkodókról volt szó, és éppen ezért következetes az álláspontunk, azt akkor sem támogattuk, és most sem támogatjuk. Rengeteg magyar állampolgárját ne haragudjon, amerikai magyarok például, akiket én tudok, nem éltek tartósan Magyarországon. Volt szavazati joguk, mert azért lakhelyen rendelkeztek, tehát ez nem következetes álláspont, ne haragudjon. De abban az esetben, hogyha ők lakhelyen rendelkeztek Magyarországon, akkor ugyanúgy volt szavazati joguk, ahogy most van, és ugyanúgy nem szavazhattak, levélben most sem szavazhatnak, tehát akkor a mi álláspontunk szerintem mégiscsak következetes. De ez egy probléma, mert önök abban nem biztos, hogy mi egyetértünk problémát sem, de az biztos, hogy következetes álláspont. Én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy ha valaki itt lakik Magyarországon, és biztosítom a számára levélben szavazást, akkor 8 millió embernek is biztosítom. Mert a jogi tény az a lakóhely. Ezt nem tudunk változtatni. Hát csak önökön múlik, hogy mind változtatnak, mert egyébként ahhoz rendelnek éppen jogot önök a választójogi, meg minden sarkalatos törvény kapcsán, amihez akarnak. Tehát ez egy döntés kérdése. Nem várom ellenzéki kollégámtól, hogy szeresse a kormány jogalkotási gyakorlatát, vagy általános kritikát fogozom. Én csak azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha magyarországi lakóhely mellett is ezt a lehetőséget biztosítjuk, akkor erre itt is lesz lehetőség, és akkor az viszont szerintem is visszaélésekre adhatna. Végezetül egy nagyon rövid kérdés, ugye az alaptörvény szerint április 6-ára írhatja ki a köztársasági elnök először a parlamenti választásokat, az európai parlamenti választások viszont május 25-én lesznek. Megfontolandónak tartanák-e azt, hogy esetleg egy napon tartsák mind a kettőt? Igen, én megfontolandónak tartom, de ismerve a magyar alkotmány szabályozását, a köztársasági elnöknek kell ezt. Világos, ezzel én is tisztában vagyok, de nem lenne ördögtől való. Nem, egyáltalán nem. Én annak külön örülök, hogy az ellenzék is ezt támogatja, hiszen önmagában az álláspontjuk hiteltelíti azt a sokszor hangoztatott álláspontot, hogy a magyar kormány minden nappal kárt okoz az országnak, hiszen ez különbözendő, hogy majdnem két hónappal a magyar kormány megbízatását meg akarják hosszabbítani, de egyébként egyetértünk szerintem is jól május 25-ig. Ez döntés kérdése, nyilván sokkal olcsóbb lenne. Egyébként még az önkormányzati választással is össze lehetne vonni, tehát hogy minden egyszerre menjen, de ez teljesen lényegtelen kérdés, mert úgyis a Fidesz úgy fogja instruálni adott esetben az államelnököt, ahogyan gondolja. Egy, nem is tudom, merész vádaskodás volt. Köszönöm. Nem, ez egy merész állítás. Köszönöm szépen.